Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel. Új lendület, új energiák, új podcast epizódok. Ez a Lélek Koffein Podcast Power Krisztinával. Lélek Koffein anyával. Az írás meg azért segít, mert gondoljatok bele, az is egyfajta meditatív állapot, hogyha a kezünkkel valamit bíbelődünk, hanem a mindennapi rutint folytatjuk, vagy a mindennapi rutinban is vannak olyan pillanatok meg percek, amikor azt tudod, mit csináltál, csinálod. Hogyha mindig a tökéletes pillanatra várunk, amit majd összerendez az öreg odafönt, vagy amit majd megalkotnak mások, vagy majd a helyzet úgy adja, akkor nem fogjuk meglépni. Hogyha az ember megtanulja úgy szemlélni a világot tényleg objektíven és tényleg prekoncepciók nélkül, ami rohadt nehéz, akkor önmaga is föl fog szabadulni. Sziasztok, én Luca vagyok, ez Anya Poszkettje, Lélek Koffein. Nem szoktatok ilyenek lenni, pedig olyan sok ismerős arc, mindenki pezseg, ma mindenkinek ennyire megterhelő nehéz napja volt? Tényleg? Nektek is? Na, hát akkor nem tudom, mi történik. Neked is, Ancsi? Figyelj, én ma tök jó voltam kivételesen, így nagyon az elmúlt időszakhoz képest. Ma egy ilyen nyugodtabb napom volt. Tehát lehet, hogy amúgy ez az energia hat át mindenkit, hogy ez a kicsit benne vagyunk itt az őszi chillben, vagy nem tudom, talán nem tudom, lehet, hogy az évvégi hajtásból csekkoltok ki ide. Én rám biztos, hogy ez hatással van. Nálatok valaki? Nálatok is, Anita? Igen, szó. Itt, hölgyeim, ti is olyan? Sokan lemondták ma, képzeljétek el, rengeteg levelet kaptam, mert Covid, mert beteg, szóval egy csomó minden történik a hölgyekkel most, úgyhogy azért ezt így érzem, meglátom. Úgyhogy attól még remélem, hogy egy kellemes kis epizód, amivel valamit fogunk tudni nektek ma is adni, azon kívül, hogy a materiális, fizikai létből visztek ajándékot, valami olyan kis lelki eszenciát, egy lelki gondolatot, egy olyan kis nyugodt, békés világot tudunk teremteni most az Ancsival nektek, amivel úgy fogtok hazamenni, hogy egy picit feltöltöttök, egy kis lélek koffein. No, úgyhogy akkor lassan kezdjük is. Készen állunk? Már meg is nyomtad a piros gombot? Tényleg? Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit. 2024 januárjában járunk, amit most ti hallatok, drága hallgatóim, de eredetileg amúgy 2023. november végén vagyunk, ahol az egyik csodás vendégemet egy élő, interaktív podcast keretein belül hívtam meg. Köszöntsétek hatalmas nagy szeretettel dr. Árvai Anitát, Ancsit, a Veganita Home tulajdonosát. Szia, Ancsi! Szia, Krista! Illetve mondanám a hallgatóknak, hogy egy újabb élő interaktív podcast keretein belül vagyunk itt, és jó pár csodálatos hölgy társaságában fogunk ma Ancsival beszélgetni. És az első kérdésem, amit már adáson kívül föl is tettem, hogy hogy vagy, Ancsi? Milyen lélekkel érkeztél hozzám? Hát sziasztok! Sziasztok, lányok! Szia, Kriszta! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés egyébként, hogy ma így beszélgethetünk egymással. Hogy hogy vagyok, már az előbb említettük, hogy ez egy milyen egy furcsa lelkiállapot mostanában. Annyira nagy amplitúdók vannak, és olyan nagy amplitúdók között mozgok, hogy tényleg az egyik nap, ide nekem az oroszlánt is van, és a másik nap meg aztán olyan, mint a mai, egy teljesen nyugodt, teljesen más lelkiállapotú, mint egy tevéssel teli nap. És ez tök jól is van így, mert nyilván emberek vagyunk, meg emberből vagyunk, mert hatnak ránk nem csak a külső ingerek, hanem akár az is, hogy sikerül a reggeli meditáció, hogy indulnak-e a gyerekek reggel az iskolába, és hogyha már reggel 7:30-kor nem tudsz magadra odafigyelni, mert már kezdődik egy megbeszélésed, akkor az is hat. És minden az is, hogy kinézel az ablakon, és milyen az idő, képes vagyok legalábbis én egy borongós napon is elképesztően vidám lenni, és akkor senki nem érti, hogy mi baja van ennek a nőnek. Múltkor ezt elmesélem. Egyik este azt mondták a fiúk, hogy csináljak tiramisút, mondtam, jó. Hát kapható vagyok. De mondom, nincs itthon tejszínhab, leszaladok az étterembe tejszínhabért. És leszaladtam az étterembe tejszínhabért 5 percre. Ott volt néhány törzs vendégünk, és a Timi, az üzletvezető már ott állt a tálcával az asztal végén, már állítása szerint vagy 3/4 órája is ott röhögtek, és ott ragadtam. 1 óra hosszáig ott ragadtam. Annyira fáradt voltam aznap, annyira sok mindent csináltam, és már tényleg, már hátam közepére kívántam azt,
a tiramisút, de mondom, megcsinálom, lemegyek azért a tejszínhabér, és ott ragadtam, és ott kérdezte meg az egyik vendégünk, hogy figyelj, Mancsi, mit szedsz? Adjál már belőle. Mert mondom, túl vagyok már egy 16 órás munkanapon, hajnalba keltem, tényleg, és akkor ott vagyok, ott beszélgetek, olyan energiákat adtunk ott egymásnak, hogy tényleg elképesztő volt, és akkor én még hazamegyek tiramisút csinálni, és ott láthatóan az asztalnál is bepörgök, tehát, hogy így mondták, mit szedsz, mondjad, és akkor tényleg utána tényleg sírtunk a nevetést, és Macsádom nem tudta elképzelni, hogy hol vagyok. Szóval, hogy vannak ilyen ellenpéldák is, amikor tényleg a legindokolatlanabb állapotban, vagy legindokolatlanabb helyzetben, vagy brutálisan energikus, aztán meg van olyan is, hogy kialudtad magad, éppen nagyon semmi nincsen, ami idegesítene, és akkor meg hagyjatok már békén, az tényleg, tehát most még valaki hozzám szól, megölöm. Nem, nyilván, de hogy na. Ancsi, mindig nézlek a közösségi felületeken, és tényleg azt látom rajtad és benned, hogy tele vagy energiával, élettel, örömmel, életigenléssel. Milyen, amikor rossz napod van? Hiszt is tudsz lenni? Ne tudnak. Nem vagyok se hisztis, nincsenek rossz napjaim, soha. Mindig optimistán tekintek a jelenre, a jövőbe, sőt, még a múltat is képes, dehogy is. Vannak rohadt szarnapjaim, mostanában nagyon sok, és megmondom őszintén, azért nem is vagyok annyira aktív, de egyébként meg el is szoktam mondani, szóval nem rejtem ezt véka alatt, de azért, hogy ne tűnjön állandó panaszáradatnak a közösségi felület, azért úgy nem avatok be a magánéletembe mindenkit és olyan részletességgel, de mégis, visszatérve a kérdésedre, vannak ultra brutál szarnapjaim. Hiszti, hát ugye a hiszti. A hiszti az valójában az adott helyzet ellen történő belső tiltakozás. Most nem tudom, hogy ez jó definíció-e, most én ezt így definiálom, de hogy az valójában nem hiszti, az egy belső diszkomfort érzet, amit egyszerűen nem tudsz kinyilatkoztatni, verbálisan nem tud megnyilvánulni, nem tud szavakba foglalni, és éppen ezért kiakadsz értelmetlen dolgokon, és van ilyen is. Nyilván ahogy halad előre az idő egyre kevesebb, meg nem, én nem húznám rá ezekre a lelkiállapotokra ezt a szót, hogy hiszti, hanem csak egy ilyen belső diszkomfort, amikor indokolatlanul vagyok feszült, és próbálom leplezni, és nagyon erősen uralommal ez legtöbbször sikerül is, aztán van, hogy nem sikerül. Egyébként az esetek nagy többségében, igen, ez egy típus, születéskori típus, hogy tele vagyok energiával, mert hogy tényleg sok energiám van, tehát hogy én egy ilyen abszolút ilyen fölhúzni, mint egy ilyen búgócsigát, és akkor pörgök, mint egy turbónyuszi, sokszor lehet, hogy túl gyorsan is. Hát nagyon szépen tanulom ezt a szép balanszot, ezt a szép arany középutat megtalálni egy csomó mindenben. Nyilván ez nem mindig sikerül. És vannak nagyon rossz napjaim, meg vannak nagyon jó napjaim, meg vannak olyan napok, amikor napon belül is változik, tehát nem tudom, ez is biztos, hogy általános. A mai napom nekem pontosan ilyen volt, és mielőtt elkezdtük az epizódot, el is mondtam ugye itt a hölgyeknek, hogy ma egy nagyon lelkileg megterhelő napon vagyok túl, és ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy úristen, mi lesz ebből az adásból. De rájöttem, mikor ilyen napjaim vannak, és amúgy podcast vagy egyéb más forgatásom van, mindig akkor azok a legjobbak, akkor sikerülnek. Valahogy így a idegrendszerem sokkal nyugodtabb, és egy összeszedettebb, fókuszáltabb vagyok. Igen. A tudatoddal rá tudod magad fókuszálni, meg vannak ezek a különleges helyzetek, amik odaföndőlnek el, és aztán lecsatornázódnak hozzánk, hogy akkor pont egy olyan beszélgető társat kapsz, akivel könnyű azonosulni, könnyű rákapcsolódni, könnyű vele beszélgetni, mert viszi a témákat úgy, ahogy te szeretnéd, vagy jön az inspiráció, és akkor te fordítod meg magadba. Szóval ez nagyon érdekes, mert hogyha ezekre, és ez a mindennapi életemre is legalábbis nekem nagyon jellemző, hogyha figyelek, és hogyha fókuszba vagyok, akkor megismerek, felismerek olyan dolgokat, amik egész egyszerűen csak kizökkentenek az adott negatív spirálból, vagy az adott olyan lelkiállapotból, ami igenis igyekszik maga alá temetni, de valahogy, ha nem hagyom, vagy nyilván sokszor meghagyni kell, és aztán tök jó megélni, aztán fölrúgni magunkat, de most arról a helyzetről beszélek, amikor egész egyszerűen csak meglátom, veszem a jelet, lekapom az almát a fáról, és megkóstolom, és jaj, milyen édes is tud ez lenni. Szóval, hogy akkor kicsit megfordul az adott naphoz, vagy az adott szituációhoz való viszonyom, vagy talán önmagam kezdem el másképp látni egy impulzus hatására. Szóval ez is tök érdekes.
Ancsi, annyira belecsaptunk így a közepébe, de biztos vagyok benne, hogy sok olyan hallgatón van, vagy akár itt a közönség köreiben is vannak olyan hölgyek, akik nem minden esetben ismernek téged. És nagyon szeretném, hogyha most egy önismereti kérdés lesz, ezt általában a tréningjeimen szoktam, hogyha három szóval, tényleg nagyon fontos, jellemeznéd magad, hogy ki ez a dr. Árvai Anita. Mesélj erről három szóban nekünk. A legnehezebb kérdés. Három szóban? Uh-huh. Próbáld meg, akár jellemző egy. Most akkor egy kis szünetre megyünk, és akkor itt fölírjuk. Betolom a széket, és majd visszajövünk, jó? Kimennék egy kicsit a kocsiba meditálni. Elmondok egy történetet, és akkor jó. Biztosan könnyebb lesz magamnak is ezt megválaszolni. Van egy barátnőm, akivel beszélgettünk erről a nyáron, és tudjátok, mi jött ki mindig állandóan? Az, hogy én szeretetet adjak, azáltal nyilvánítom ki önmagam, azáltal definiálom magam, hogy mennyire tudom nyújtani azt, ami bennem van másoknak. És akkor rávilágítottunk egymásnak, mert ezt így egymással játszottuk el, és rávilágítottunk egymásnak arra, hogy fú, de érdekes, most megint csak egy adott szituáció, kontextus, vagy belső késztetés alapján szeretném meghatározni magam, vagy megint csak az forog a fejembe, hogy mi az, amit én szeretnék úgy magamból úgy odaadni neked, vagy azt, amit én jónak látok talán, vagy az, ami a te kívánságod tőlem. És leginkább ez a belém táplált szocializációm, amit tudjátok a legnehezebb levetkőzni, azt a neveltetést, meg azt a szociális hálót, amin keresztül te elkezdted szemlélni magad, amin keresztül én elkezdtem szemlélni magam gyerekkorom óta, hogy csak próbáljak megfelelni. És amióta tudatos vagyok önmagamra, és ezek a szintek persze változnak, de az elmúlt évek során már nagyon sok mindent teszek csak önmagamért, és talán ez az örökös tanulás. Én egy nagyon, nagyon jó tanuló vagyok, mert én nagyon szeretnék most már nem mások miatt, hanem saját magam miatt fejlődni. A saját magam, amikor szembesültem, úgy a pszichoterápiám által, úgy a különleges megéléseim által, úgy az emberekhez való viszonyom által, először magammal, de úgy igazán, úgy kendőzetlenül, úgy tudod, amikor úristen, most oda sem merek nézni, mert lehet, hogy nem kéne látnom. Lehet, hogy mondtam neked, Kriszta, hogy leírom sokszor azt, hogy mitől félek. Rohadtul nehéz konkrétan fogalmazni. Én félek attól, hogy fejezd be a mondatot. Ki mered mondani azt, amitől igazán félsz? Bocsánat, nem azt, hogy félek attól, hogy mi van akkor, hogyha beütöm a kezem, és leszakad a körmöm, és elkezd vérezni, és fájni fog, nem erről beszélek, hanem arról, hogy félek attól, hogy. És azt hiszem, hogy ez a jó tanulóságom most már olyan szintre, önismereti szintre oda jutott el, hogy kimerem magamnak mondani azt, amitől igazán félek, és azt, ami olyan elementáris hatással van rám, aminek következtében mondjuk, hogyha a kezemmel leírom, mert megfogalmazni, vagy meditációban átélni, vagy nagyon érdekes az emberi tudat, mert hogyha így kimondom így magamba, mondjuk vezetés közben, hogy most jaj, nehogy mit tudom, valami történjen, az nem olyan, mert a tudatom azonnal elkezd terelni. De amikor nem a klaviatúrát ütöd le, és begépeled a gépbe, nem, amikor a szavakat leírod a kezeddel egy papírra, ami ott marad, és nem általánosságban fogalmazom, hogy fiam, félek attól, hogy hónap nehogy essen a hó, mert akkor hogy jövök föl Budapestre, nem erről van szó, hanem konkrét félelem, hogy mi lesz velem akkor, ha ez meg ez megtörténik, hogy fogom én azt a szituációt kezelni, amikor ebben meg ebben a szituációban leszek, és hogy ebben a szituban én mi az Istentől félek a legjobban, a saját magam gyengeségeitől félek. És ez nagyon nehéz detektálni, beismerni és szembesülni vele. Szóval azt hiszem, hogy én leginkább jó tanuló vagyok, hogyha most így az eszenciáját mondhatnám önmagamnak is, meg a körülöttem lévő mindennek, ami körülvesz.
Jó tanulója, megszemlélője vagyok. Megfordítottad, mert megkérdeztem volna, hogy miért, de hogy gyönyörűen, komplexen megfogalmaztad, és választ is adtál, ugye? Ez biztos fölvettük, ugye? Tessék? Biztos fölvettük, ugye? Jó. Felvettük, ugye? Csak felvettük, igen. Abszolút, igen, nagyon-nagyon szépen megfogalmaztad. Igen, itt a félelmekről beszélgettünk, mielőtt elindítottuk az adást. Meséltem én is a gondolataimról, erre vonatkozólag Ancsi is megosztotta, és hogy szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, és hogy mikor készültem a veled való epizódra, tudnotok kell, hogy Ancsiról rendkívül sok podcast van, nagyon-nagyon sok videóvlog, rengeteg interjú készült vele. Tehát, hogy úgy voltam vele, hogy én most nem szeretnék egy újabb adást arról, hogy most ki az az Árvai Ancsi, és akkor meséljen nekünk a múltjáról, illetve azokról a tragikus mélységekről, amiből utána ő felépítette önmagát, mert ez is egy varázslat, és tényleg le a kalappal. És aki nem ismeri Ancsinak a történetét, kérem, hogy nézze meg, vagy hallgasson meg más podcasteket. Nem ez a lényeg, hogy én most ezt újra és újra átrágjam, hanem én a jelenről és a jelenlegi mindennapjairól, az elakadásairól, a mélységeiről, az önismereti útjáról, mint anya, mint vállalkozónő, hogy erről meséljen nekünk. És ugye így indult egy kis a félelem, mit is jelent a számára. És köszönöm, hogy ezt megosztottad, mert szerintem ez egy pont egy olyan eszköz, amit az önismereti kártyákban is az összes szakember elmesél, hogy egy-egy elakadásnál, mélységnél milyen praktikához és eszközhöz nyúl ahhoz, hogy utána ő jól legyen. És amúgy ez az eszköz, hogy leírod manuálisan a félelmet, segít? Gyógyít? Úgy gyógyít, hogy ez egy ilyen tudattalan mechanizmus egyébként. Én minden reggel meditálok, és van, amikor nem vagyok egyedül, tehát úgy nem vagyok egyedül, hogy mindig egyedül vagyok persze meditáció közben, de nekem van egy mesterem, és például most, ahogy ide értem, vele egyeztettem, meg vele beszéltem, és vele beszéltük meg, minden reggel 5:30 én meditálok, vagy vele, vagy nélküle. És a vele való meditáció az energetikailag egészen más, egészen különleges, mert ott egyszerre mozgatunk a világ két pontján egyébként energiákat egymás között, és valami elképesztő elementáris hatása van. És az én meditációm az nagyon sok mindenen átsegített, nagyon sok minden tényleget meg szembesülést hozott, illetve azt veszem észre, hogy az írás által nagyon sok minden jól meg tudott dolgozódni. Azokban a meditációkban, és nem mindig sikerül egyébként, tehát hogy van, amikor nem tudok, de azt is elfogadom, tehát most már nem akarok erővel. Szóval évekkel ezelőtt még az történt, hogy nem tudok meditálni, annyira borzasztóan érzem magam emiatt. Aztán most meg már elfogadom azt is, hogyha az a meditációs fél órám adott esetben nem olyan mély, mert akkor az kellett. És nagyon sok minden felszínre tör, és nagyon sok mindent kell utána megdolgozni, vagy a pszichommal, vagy pedig ráfókuszálni a mesteremmel való munkában. És az írás meg azért segít, mert gondoljatok bele, hogy az is egyfajta meditatív állapot. Meditatív állapot az is, hogyha a kezünkkel valamit bíbelődünk, főzünk, ha nem a mindennapi rutint folytatjuk, vagy a mindennapi rutinban is vannak olyan pillanatok, meg percek, amikor azt tudod, mit csináltál, csak csinálod. Az is egy kvázi elmélyült állapot a saját elmédben. És a meditáció meg ráadásul fókuszált is a tekintetben, hogy nem csinálsz mást is. És pont az írásban az a jó, hogy akkor csak arra figyelsz, amit és ahogyan érsz, és ott is 100%-ban legalábbis én tudok kapcsolódni önmagammal, meg az érzéseimmel is. Képzeld el, hogy az a durva, hogy ebben az írás terápiában is, képzeljétek el, hogy azt vettem észre, hogy a naplomnak az első pár oldala tele van általános bullshit-tel. És így visszaolvasom, mondom, te normális vagy? De most ki előtt szeretnél hímölni, meg hámolni? De most tényleg, tehát, hogy leírom, hogy mennyire nehéz volt ez a helyzet, és nem tudom, hogy hogy leszek túl rajta, és hogy megváltoztak az érzések. Tényleg ezt magadnak írod? De most komolyan, hát röhögnöm kell. Nem, rohadtul nehéz volt azért, mert ezt ebből a szituációból ennyire nehezen éltem meg, és miért? Azért, mert az én helyzetemben ez az elakadásom így jött ki, és most anélkül, hogy bárkit is hibáztatnék, nyilván ez nagyon-nagyon a szocializációnk nagyon-nagyon erősen bennünk van, és ezek a minták, amiket a tudatosodás szintjén ott vannak, hogy
igen, ezt eljutsz arra, hogy felismered, eljutsz arra, hogy ebben élsz, eljutsz abba, hogy igen, akkor most ezt meg kell oldani, meg kell dolgozni magamba, át kell egy kicsit transformálni, na ez a rohadt nehéz, és utána meg azt szerint cselekedni, hát az évtizedek, meg évek, amíg az megy, és akkor tényleg felismertem, hogy Jézusom, hát mit bullshitelek én itt a saját naplomban, ki fogja ezt elolvasni rajtam kívül? Senki, megint itt, most is itt van nálam, de még véletlenül is találja meg senki, mert abból nem is tudom. Na mindegy, és azóta azt veszem észre, hogy csapom a kezemet, most már van egy olyan tollam, ami ilyen radírozható, nem húzom le meg semmi, radírozom, ott Istenem, hát ki előtt akarom megjátszani magam, hát önmagam előtt biztos nem. És akkor oldalak után eljutottam oda, hogy kendőzetlenül mindent lemerek írni magamnak. Azt hiszed, hogy ez a legkönnyebb dolog? Nem. Rohadtul nehéz szembesülni. Annyira jó, hogy ezeket így elmondod. Most direkt a közönségre fogok egy kicsit nézni, hogy van-e esetleg bárkinek valamilyen gondolata ehhez, vagy kérdése? Mi mindig nagyon kis csendben vagytok, imádom, mint a jó tanulók. Lehet a te energiádat hozzák most. Mindenki nincs, csendben van, figyel. Imádom. Ancsi, mesélj még egy kicsit a reggeli rutinodról, mert még az adás előtt kértem, hogy erről feltétlen, hogy mesélj még, sok-sok ilyen eszközöd van, hogy hogyan építed a mindennapjaidat reggelente, hogyan indul? Általában is, ez 80-90%-ban úgy van, hogy én kelek hajnalban, és akkor meditálok. Muszáj hajnalba kelni hozzá, mert 6 órakor már magamat meg kell csinálnom ahhoz, hogy 6:30-kor már a gyerekekkel tudjak foglalkozni. Hozzáteszem, a nagyfiam olyan korán kell, annyira sokszor keltem 5:30-kor, mert még ő tanul, nem tudom, kire ütött, hát nem is értem, tehát tényleg, pedig nem ütöm verem. Tehát nem, tényleg nem, és nem is alkalmazok nála passzív agressziót, sem agressziót, de mégis tanul, lelkiismeretes. Szóval, hogy kelünk, és akkor szépen ébred a család, és nyilván, hogyha nekem már készen kell lennem a indulásra, az 7 óra 25 perc, akkor én már készítem a reggelit nekik minden nap. Reggelit csinálok nekik, meg 10 órait, és akkor vagy én, vagy a férjem visszük őket iskolába, vagy az egész utcát, mert hogy nekünk ilyen tök jó kis közösségünk van ott az utcában. De most már a nagyfiam rollerrel jár, akkor megvívom vele a csatámat. Most már ugyan nem, mert már ezt is megtanultam. Rendszeresen megvívtam vele a csatámat, hogy öltözzél föl, mert meg fogsz fázni. Ez most már egy mellényt vesz, mikor 0 fok van, meg 5 fok van reggel, és nem fázik. Most már tudomásul vettem, de nem bánt, és tényleg nem fázik, tehát hogy nem tudom, valami furcsa szerzet a laszkából. Tehát, hogy ez is, hogy én elfogadom azt, hogy ő neki nem kell a téli kabát. Gyerekem, ha neked nem kell a téli kabát, te rollerezzél le szépen a helyről, tehát 25 percet rollerezik, vagy 20-at, de ő nem fázik, akkor ő nem fázik. Nekem ezt meg kell értenem. Szóval a reggelem az mindig úgy telik, hogy csinálom nekik a reggelit, meg a 10 órait, meg megbeszéljük, meg átvesszük, meg még fizikát tanultunk tegnap reggel. Szóval, hogy nagyon sok minden van. És akkor, amíg elkezdődik a nap, aztán lehet, hogy nekem már 7:30-8 meetingem van, vagy megyek az étterembe nyitni. Most megint visszajön ez az időszak, mert az üzletvezetőm, az én drága kincsem, a Timcsim elmegy, és most vissza kell állnom az étterembe. De most még jó sorom van, mert most még be tudom osztani úgy a napot. Nem is tudom egyébként, hogy ezután mi lesz, mindegy, ez már más lapra tartozik. Szóval vagy megyek meetingelni, vagy nyitom az éttermet, vagy már jövök Budapestre, és akkor itt csinálom végig a napot. Vagy megyek forgatni az étterembe, vagy megyek forgatni máshova, vagy már reggel 6-ra be van pakolva az autó csomagtartója, mert külső helyszínen forgattunk, tehát hogy ilyen egy napom se ugyanolyan, de a reggelek általában ugyanúgy néznek ki, ha csak nem ultrakorán kell mondjuk Budapestre érkeznem. De azt úgy igyekszem mindig úgy csinálni, hogy azért a gyerekekkel tudjak lenni reggel. Akkor neked hajnal az, ami a magadra fordított idő? Igen, abszolút. Igen, az, amikor, tehát én abból nem engedek, hogy meditáció, általában én reggel szoktam hajat mosni, de akkor még korábban kelek, mert akkor már be van tekerve a fejem meditáció közben. Én nekem az arcápolási rutinom is, hát 15 perc, inkább 20, amikor nagyon gyors vagyok, és azt sem akarom elengedni, mert az egyszerűen az hozzátartozik, az még a meditáció folytatása, szóval ezek megvannak, és nagyon kellenek, mert ahhoz, hogy utána a megfelelő, a naphoz szükséges elégedettséggel tudjak magamra tekinteni, ez elengedhetetlen.
És akkor utána közben megiszom, nem tudom, fél liter vagy egy liter meleg vizet, iszom egy kávét, vagy bármit, tehát hogy azért közben nekem nincs ott megállás. Tehát amíg ők szépen reggelizgetnek, addig a közben én pörgök már. Ancsi, mikor lettél ennyire tudatos? Hát ez idő volt. És most ezt megkérdezed, és akkor 10 év múlva, hát még a 10 évvel ezelőtt jó magam sem volt, tudod, de az ideális esetben. És amúgy ez tényleg így van, hogy én már 20 évesen is azt gondoltam, hogy tök jó vagyok, mert akkor kezdtem el foglalkozni önismerettel, teljesen más szinten, és akkor ahogy megy előre az idő, ahogy ragadnak rám a tapasztalások, ahogy minél több dolgot élek meg, és értékelek át, akár a jelenben, akár a múltban, akár annak kapcsán, hogy milyen emberi kapcsolatokkal találkozom, mik abból a kivett megéléseim, mik azok az eszenciák, amik lelkileg tudnak hatni és irányt mutatni. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, de én mindig is próbáltam úgy tekinteni magamra, hogy én ugyanolyan vagyok, mint más, csak, és az a nehéz egyébként, amikor kilépsz a kis buborékodból, vagy a saját szemüveged mögül, és elkezdesz objektíven hozzád mérten, a jelenlegi helyzetedhez képest objektivitással tekinteni önmagadra, meg a cselekedeteidre is. Az egy oltári fölismerés, amikor elkezdtem, hogy úristen, annyira hülye voltam, úristen, mennyire, mekkorát hibáztam, ne haragudj már, hogy viselkedtem. Tehát, hogy ezek a dolgok annyira szíven tudnak ütni, vagy amikor először, tehát elmondok egy sztorit, és remélem nem haragszik meg a tesóm érte. Ő neki kisfiú korában mindig gondja volt azzal, hogy mikor belépünk valahova, mondja, hogy csókolom, hogy köszönjön. És akkor ezt nem értették a szüleim, és nem is megfelelőképpen kommunikálták felé. És most meg nagyfiú korában, felnőtt már, gondjai voltak azzal, hogy ki mondja, hogy az úgy szeretleket azt mondta, de hogy tehát boldog születésnapot, vagy nagyon szépen köszönöm, és akkor így mondtam neki, de ez már évekkel ezelőtt volt, hogy meg a gyerekeimnek is ezt tanítom, hogy valahogy próbáld meg rávenni magad, hogy bocsánatot kérsz mondjuk. És tényleg ez a gyerekeimmel kapcsolatosan nagyon-nagyon jó példa. És nézd meg, hogy az milyen hatással van először rád, még hogyha nagyon nehéz, összeszorítod a fogad, és azt mondod szívedből, hogy úristen, én ezt elrontottam, és ne haragudj. Először nézd meg, hogy milyen felszabadító érzés az rád nézve, és pont a tesóm kapcsán meg ez az idegen nyelven való megszólalással is így volt, hogy csak nézd meg, hogy mennyire felszabadulsz akkor, amikor a saját gátadat áttöröd, és azt mondod, és mondasz valamit idegen nyelven, vagy ez mondjuk akár a legkevesebb is lehet idézőjelben, de az meg aztán még felszabadítóbb, amikor elismered, hogy hibáztál, és ezt ki is közvetíted másnak, szóval ez nem csak ráthat felszabadítólag, hanem arra is, akinek ezt őszintén elmondod. És utána, ha gyakorlod, egyre könnyebb és könnyebb lesz. És az élet dolgaival is így van ez valahogy. Hogyha mindig a tökéletes pillanatra várunk, amit majd összerendez az öreg odafönt, vagy amit majd megalkotnak mások, vagy majd a helyzet úgy adja, akkor nem fogjuk meglépni. Akkor mindig találunk kifogást, mert egyik kifogás az adott szituációban éppen olyan jó, mint a másik. Pont ugyanolyan jó, hogy most azért nem megyek el edzeni, mert kicsit fázok, vagy úgy érzem másnap, hogy kicsit meghűltem, vagy most nem tiszta az edzős gatyám, vagy mit tudom én, nem is tudom, most mindjárt jönnek hozzám, és nem megyek el. Tehát, hogy egyik kifogás éppen olyan jó, mint a másik. És így van ez az önismereti úttal is, hogy most nincs időm ilyenekkel foglalkozni, nehogy már vadidegennek mondjam el az életemet, nehogy már most vadidegennek beszéljek arról, majd kívülről okoskodik nekem mi. Tehát, hogy ez mind-mind az önmagunkkal való szembesülés késleltetése. És egyébként meg, nem tudom már melyik filmben hallottam, de nagyon megragad, de filmekben nem vagyok jó, mert vagy elalszom, vagy hát mindegy, hagyjuk. De hogy az ember életkorának előre haladtával tényleg csak az éveinek a száma lesz a több. Uh-huh. És nem biztos, hogy az adott embert, és ezt már csak én teszem hozzá, a kor miatt kell tisztelni. Mert lehet egy sokat tapasztalt, ám mégsem, most ez is olyan hülye szó, hogy megfelelő önismeret, mert mi a megfelelő önismeret, hanem tehát lehet egy idősebb ember is éppen olyan gyermeteg,
és ezt a szó önismereti jellegében értem, mint egy akár fiatalember már olyan mély önismerettel rendelkező, hogy tényleg az állat kaparod össze. És ez annyira szép, és annyira klassz, és annyira, hogyha az ember megtanulja úgy szemlélni a világot tényleg objektíven, és tényleg prekoncepciók nélkül, ami rohadt nehéz, akkor önmaga is föl fog szabadulni. Jó, és tapsot érdemel, ez annyira gyönyörű volt. Ancsi, ez tényleg. Ez anyaposztkettje, egy kort pozitív energia minden nap. Lélekkoffeim. Komolyan mondom, ilyeneket nem mondasz soha sehol, ez annyira. Mert nem kérdeznek. Ez gyönyörű. Mindig tényleg. Olyanokat kérdeznek, hogy tudod. Egy bő héttel ezelőtt találkoztunk, elmesélem így a közönségünknek is, hogy volt egy üzleti rendezvény, sétálok, balra nézek, és ott ül az Ancsi. De tudnotok kell, hogy mi még személyesen soha nem találkoztunk, csak így a közösségi médiában, piszi, puszi, pacsi, majd egyszer jövök hozzád a lélekkoffeinre. Balra nézek, Ancsi! Krista, hozzám jössz csütörtökön. Igen, tudom, és így egymás nyakába ugrottunk, és egy olyan fantasztikus energiát hoztál, hogy utána fogtuk magunkat, kimentünk egy kicsit beszélgetni. És igazából a közepébe vágtunk, és ezt nagyon szerettem volna az adásba is elmesélni, hogy rákérdeztem az Ancsinál, hogy Ancsi, nálad van még ilyen, hogy imposztor szindróma? Hogy van olyan, hogy így elakadsz, vagy hogy így nem mered magad megmutatni? És annyira gyönyörűen reflektáltál, és mondtad, hogy persze, abszolút. És mondtam, hogy kérlek, ne mondj most semmit, mert szeretném, hogyha az epizódban mesélnél erről, mert rengeteg olyan nő van, és köztük én is, akik ezzel olykor küzdenek. És nagyon sokan írnak rám, hogy bár már 35 plusz, 40 plusz, de hogy mégis nem merik magukat igazán felvállalni és megmutatni. Nálad is van ilyen. Mesélsz a te utadról, Ancsi, kérlek. Mi történik akkor, hogyha nem merem magam felvállalni? Egy dolog biztos történik. Nem olyan emberekkel fogok találkozni, akikkel szeretnék. Igen. Ez tuti történni fog. És akkor ott állok magam előtt a tükörbe, és azt mondom, hogy jött össze, most ez is, ebbe is hogy csalódtam, de miért van ez? Hát nem értem, hogy miért mindig ilyen embereket vonzok be. Hát azért, mert soha nem merek őszintén megnyilvánulni úgy, ahogy én valójában szeretnék. És na, ez a szép amúgy. Tehát abban a pillanatban, hogy te levetkőzöd a prekoncepcióidat, abban a pillanatban elindul az a dolog, ami az önmagunk felvállalásának az útja, mert hogy, legalábbis nálam ez így volt, mert hogy most én tényleg azt szégyeljem, aki vagyok. Tehát, hogy most komolyan azt szégyeljem, hogy nem szégyellem, de most azért kimondom, hogy kedden csatakosra bőgtem magam, hogy mi lesz, és lemondtam a Corvinusos előadásomat, mert egyszerűen nem tudtam kikelni a dolgozószobám kanapéjából. És egyszerűen, úristen, hát Jézusom, tehát, hogy mindenkivel van ilyen. És egyébként nem is voltam jól, de hogy megint csak van egy példa, van egy ismerősöm, akivel úgy ismerkedtünk meg, hogy fölhívott telefonon tök ismeretlenül, fölvettem a telefont, Árva Janita, jó napot kívánok. Bemutatkozott, és 9,5 percig hallgattam. Mértem már egy ideig, eljutottam, vártuk Fehérvártó, autópályán voltam, Fehérvártó, már Polgárdi után jártam, mentem haza. És én mindig mondja. És én már régen nem tudtam, hogy mit mond, de még mindig mondta. 9,5 perc után, ennyit csináltam. Jaj, ne haragudj, biztos sok voltam. És figyelj, az van, hogy nem sok voltál, de én már lehet, hogy nem akarok veled beszélni. Mert ez azért már, hogy vállaljuk már föl önmagunkat, de az ilyet már csak nem csinálok. Vagyis nem is tudom, tehát hogy... És volt egy negatív megítélésem ennek a személynek a kapcsán, míg nem, aminap találkoztunk személyesen. Soha nem találkoztunk előtte. Gyerekek, annyira cuki volt, és annyira jót dumáltunk, és annyira klassz volt, csak fölhívott, és mivel, aztán már lefordítottam, mivel nem akarta olyan sokáig rabolni az időmet, ezért ő abba a 9,5 percbe belesűrített mindent, amiért hívott. És időtakarékos akart lenni.
És nekem ez nyilván megfordult a fejembe abban az időben, amikor éppen őt hallgattam, de én már nem akartam vele úgy kapcsolódni, és most meg, ahogy találkoztunk, valami elképesztő cuki volt. Jó, teljesen más energiákkal volt most, mint akkor, mint amilyen másfél évvel ezelőtt, de hogy ez meg egy ilyen dolog, hogy hú, basszus, az impostor szindróma volt a kérdésed. Ah, van, nagyon sok helyzetben van impostor szindrómám egyébként, és sokszor nem is értem, hogy keveredek az adott szituációba. Például az, hogy most itt beszélgetünk, tehát, hogy nem hiszitek el, de ez még nagyon sok ilyen nem vagyok túl, de hogy annyira szürreális, hogyha ezt nekem valaki mondja, nem tudom, 10 évvel ezelőtt, figyelj már, de most tényleg, te nem a jogi létedből fogsz élni, hanem ebből nyilván volt egy vágyam erre, csak mégis reálisan, akkor még nulla, azaz nulla esélye volt annak, és az, hogy emberekhez beszélsz, hogy volt egy vágyam erre is nyilván, de hogy az, hogy valósággal kíváncsiak rám, hát figyelj, tehát, hogy Rácz Jennő, na ő egy faszaséf, öregem, én nekem meg főző kurzusaim vannak, és jönnek hozzám a nők, és tanítsam meg őket, tehát, hogy tényleg, most tényleg, tehát, hogy ki vagyok én ahhoz, érted? Tehát, hogy nagyon sok helyzetben fölmerül, tehát, hogy én például szerintem nem is vagyok jó főnök, tehát, hogy én eleve ebben a globális egészben is ez már önmagában egy meghatározó impostor szindróma, mert én nem tudok úgy utasítani, vagy, tehát, hogy valamelyik nap kitettem egy Insta posztot, mert én nyitottam, és akkor odaírták a kollégáim, hogy szép napot, Ancsi Mancsi. És mi tényleg így vagyunk velük, és akkor nagyon sok üzenet jött rá, persze, mert biztos, hogy rohadtul imádnak, és én tényleg nagyon szeretem a kollégáimat, és tényleg nagyon sok csalódásom is volt már. De olyan nagyon keménykezű, vagy olyan sokszor tudok határozott lenni, de kézzétek el, hogy még ez a furcsa érzés, hogy amikor határozott vagyok, és akkor az asztalra csapok, és akkor van, hogy fölemelem a hangom, nagyon ritka ez egyébként. Az étterem történetében szerintem körülbelül 3-szor vagy 4-szer fordult elő, de azt is úgy visszapörgetve elemzem, hogy ezt nem így kellett volna, vagy biztos, hogy ő nem tudta, hogy nem támasztottam megfelelően alá, hogy én most miért borulok, és miért emelem föl a hangom, és még azok miatt is lelkiismeret fordulásom van, tehát hogy ez... És már pedig nem tudok, nagyon kevés az a helyzet, amikor én azzal a határozottsággal tudok odaállni, mert hogy most már vannak szakácsok az étteremben, és baromi klasszak a srácok, és hogy sokszor ott van bennem, hogy ki vagyok én, hogy én megmondjam az én igényeimet, érted, vagy nem is tudom. Szóval ez egy nagyon érdekes szituáció, de aztán mindig próbálom úgy lefordítani, hogy ebben a jelenlegi állapotban, amiben vagyok, és a jelenlegi tudásom szerint egy kicsit fölmentve is ezzel magam, azt hiszem talán ez lehetett a maximum, amit teljesíteni tudok. És akkor ez egy nagyon jó igazolás nyilván, az adott pillanatban azonnal, amit tudok magamnak adni, de aztán persze átrágom, és akkor ott vannak a tévedések, meg vannak a hibák, amiket elkövetek, vagy bármelyikünk is el tud követni, de hogy én hiszek, egyszerűen az impostor szindrómában is az önreflexió nagyon fontos. Tehát, hogy amikor emlékszem, jártam a szakácsiskolába, szarrá röhögték magukat az oktatók, meg amúgy mindenki. Kis csaj, vegán éttermet akar Balaton-Almádiba. Ez lesz az. És most eljött szakácsiskolába. Annyira szuper! Főztem már nagyon, gyakorlott voltam, 10-12 éves korom óta folyamatosan főzök. Van, hogy nincs alapanyagból, tehát, hogy nekem ez volt nem csak a szeretett nyelvem, nem csak a törődésemnek a nyelve, hanem valamiért nekem ez volt az a mentális kielégülés, ami mindig is hajtott. De valahogy a szakácsiskola, ez a mit képzelek én érzés. Még amikor elvégeztem, még utána is, és akkor, amikor megnyitottam az éttermet, akkor meg pláne, hogy itt vannak a jobbnál jobb vendéglátós szakemberek. Itt van... Halljátok, mindenki röhögött rajtam, de ezt most komolyan mondom, de tényleg, tehát ez még inkább ráerősített erre, hogy jövök én ehhez, hogy vegán étteremet Balatonparton meg, hogy egyetlen éttermet, tehát hogy azt se tudom, hogy mit kell csinálni, ezt komolyan mondom, és ott voltam a konyhán, ott voltam a placon, ott voltam, mint újdonsült vezető, ott voltam azokkal a dolgokkal, hogy könyvelés, meg minden, és annyira
Ez nagyon durva lesz, de annyira egyértelműen jöttek utána azok a fázisok, hogy fölismerem, hogy mit rontok el, fölismerem, hogy mivel van a fejlődés, hogy visszatekintve, meg tök sok ember vett körül, és én akartam tanulni, mert hogy jó tanuló vagyok is. És hogy akartam mindenkitől megtudni azokat a tulajdonságokat, meg azokat a tárgyi dolgokat is kvázi a szakácsoktól, hát konkrétan volt olyan, hogy elmentem képzésekre, tehát hogy külföldre vettem órákat az executive chef-emtől, tehát hogy így konkrétan akartam még, ez jelen idő is, mert mai napig így van, szeretnék minél többet és többet tudni, hogy egy kicsit önmagam számára is magabiztosabb tudjak lenni, érted? És akkor amúgy tudod, mint tudok kiborulni? És ez az impostor szindrómával kicsit ellentétes. Tehát, úristen! Megírtam egy posztot valamelyik nap a balatoni vendéglátás valós helyzetéről, nem merem kitenni. Szerintem meglincselnének, mert hallottam már podcasteket, beszélgetéseket ebben a témakörben, de olyantól, aki valósággal a bevételből tartja el az éttermet, persze vannak, de nagyon sok van mostanában olyan nyilatkozat, ami hát nem külső szaport, hát abból kell kiosztani a fizetést, ami befolyik a kasszába, abból. És most átvezetlek a témába, már a következő témába, hogy basszus, tudomásul kell venni most, hogy ebben a jelenlegi helyzetben sokkal többet kell dolgozni, kevesebb bevételért, vért izzadni, és én nem tudnám föntartani az éttermet, hogyha nem csinálnék még 1000 millió dolgot mellette. És szégyen nem szégyen, ez nem szégyen, ez a jelenlegi valóság. Tehát nincs támogatás állami, nincs semmiféle pályázati pénz, nincs. Az van, amit megkeresel, és azt osz be, öregem. Beszélgettünk az adás előtt az étteremről, és mondtad, hogy majd mindenféleképpen szeretnél erről majd mesélni, mert hogy most ekkora nagy a szar, hát baj most, van. Most ugye az epizódot, bocsáss meg, a podcast hallgatók januárba fogják hallgatni. Még egyszer elmondom, mert az adás előtt, vagy elején említettem, hogy most novembert írunk, 2023. november végét, és ugye ez a téli, őszi időszakba vagyunk most jelenleg. Gáz van, Ancsi? Csodálatos az ősz a Balatonon. Zseniálisan nyugodt, csicseregnek a madarak, fúj a szél, fantasztikusak a színek, imádom a Balaton naponta többször változó árnyalatait. Csodálatos, hogy senki nincs az utcán. Imádok sétálni. Imádnék sétálni, ha sétálnék a parton. De szeretek lenézni a tóra is. Nagyon szerettem azt a nyugalmat, amit augusztus 21-től érzünk a Balatonon. Csodálatosak a hétköznapok, ha nem nyüzsgő, nincs dugó. Nagyon nagy a nyugalom, ahogy recseg a fa az étterem kandallójában, az is csodálatos. De akkor elkap a sírás. Valamelyik nap ki voltam, amikor hétköznap van 4 vagy 5 asztalunk. Na, azért is elkapott a sírás, amikor szombat-vasárnap telt házunk volt, mert ez nagyon szép. Csak hát ebből épp, hogy nullára se lehet kihozni az adott hónapot. Mert attól függetlenül a bérek, az nem forgalom specifikusak, ugye? Tehát ugyanúgy kell adni fizetéseket is. Úgyhogy rohadt nehéz most, és bármennyire is szeretnénk a Balaton szezonalitását felfejlődő tendenciaként megmutatni, én azt látom az elmúlt 6 évnek a tapasztalataiból, hogy sosem volt olyan nehéz, mint most. Tavaly, amikor megkaptam az első tripla energiaszámlákat, akkor azt mondtam, hogy nincs tovább, vége. Valahogy túl lettünk rajta, elkötöttem az összes pénzt, amit nyáron kerestünk, energiára. Aztán most, hogy a nagy étterem megnyitott, ugye nyilván csináltam kalkulációt, hogy sokkal több kollega szükséges, ezt már nem bírjuk el ennyien, nyáron mindig dupla személyzettel dolgozunk, de most télen is van, most nem tudom, hányan vagyunk, szerintem olyan 10, megnézem. Hogy annyira tudok veled azonosulni, Ancsi, hiszen nekünk 14. is ugye... 14-en vagytok? De télen is 14-en vagytok? Télen 14-en vagyunk. De nyáron meg dupla? Hát a 25-ig.
Uh-huh. Szóval, hogy annyira tudok veled azonosulni, mert sokan tudjátok, sokan nem, ugye a Benedikt a páromé, és ugye én vagyok az, aki a programok, az események, az üzleti bráncsok, minden ilyen egyéb mást behozunk, csak azért, hogy az energiaszámlákat ki tudjuk nullázni. Uh-huh. Mi is abszolút itt tartunk még, hogy azért kell több program, több esemény, több színházi vacsora, egy csomó minden még van az ötleteim között, azért, hogy a nullára ki tudjuk hozni. Uh-huh. És akkor mi még viszonylag egy kicsi kis bráncsolónak számítunk. Ugye neked hány négyzetméter az étterem, Ancsi? Mit tudom én? Hát, azért ott, azért sokkal többen tudtok elférni. A hátsó szekcióval együtt olyan majdnem 400. Igen, de nagyon nagy. Úristen, akkor annak is tényleg hát, de gondolj bele, hogy azért a vendégtér az egy dolog, a mögött még van egy picit nagyobb hátsó rész. Uh-huh. Uh-huh. Durva. Na bocsáss meg, csak egy személyes gondolatot szerettem volna, hogy annyira tudom, hogy miről beszélsz, és sokan ugye ezt nem látják, csak a csilivilit, meg jaj, az étterem, meg a kirakat, stb. Annyira szipi-szupi minden amúgy. Igen, amúgy meg nagyon szép mindenek az interior, de amúgy ebben annyira mocskos, sok kemény meló van, csak azért, hogy nullára jöjjünk ki, és most nincs itt a Csabi, hogy meséljen még erről, hogy amúgy mennyire nehéz. Persze ez most nem lélek-koffein téma, csak ezt szerettem volna, hogy tudjátok, hogy lássátok, hogy nem minden a kirakat, nem minden az, amit ugye látunk kívülről, és ez érvényes bárkinek, mert itt sokan vagytok, akiket ismerek személyesen, ismerem a munkátokat, ismerem, hogy mennyi, mi van mögötte, és hogy tényleg le a kalappal, hogy ezt így bírjuk és nyomjuk, de ehhez még kell, még kell tuning. Hatalmas küzdés. Iszonyú nagy küzdelem most ez. Bocsáss meg, csak ezt szerettem volna megosztani. Nagyon jó, hogy elmondtad, mert tényleg hatalmas küzdések vannak mögötte, és állandó számolás és döntések. És azok a döntések, meg az enyém, és a felelősség is az enyém. És na ez az, ami brutál egyébként. Mindennel összevetve, most ez egy nehéz időszak, a nyár nagyon pörgős volt, tényleg csodálatos volt az egész flóba benne lenni, de tényleg szeptember elejétől a Balatont elvágták, és úgy, hogy a hétvégék azok megvannak, jóval kisebb forgalommal, de megvannak, és most ez a novemberi időszak, tehát most nagyon érzem a nem csak az alapanyagárak elszaladását, tehát kalkulálhatatlan most már a menü árai, már az egyes fogások árai kalkulálhatatlan, mert egyik hétről a másikra változnak az alapanyagárak. Óriási a bérköltség, óriási a rezsi, hatalmasak a járulékok, és gyakorlatilag most kimondom, az van, hogy nem tudok olyan drágán adni egy ételt, hogy megérje, mert hogyha 7000 forint lenne egy főétel, akkor azt mondom, hogy jó, ezzel a forgalommal is, de akkor nem jönne be senki. Tehát, hogy muszáj 4-5 ezer között tartani a főételek árait, mert nem fizetik ki az emberek, és megértem, mert nekik is drágább lett az élet. Tehát, hogy olyan szinten kell átgondolni a költéseket magánemberként, átlagemberként, és nyilván az élvezetből veszel először az ember, és ez meg abszolút egy ilyen faktor, és pontosan ezért is annyira nehéz ma fönnmaradni balatoni vendéglátó egységként. Aztán persze nagyon sokan mondják, hogy nyissak Pesten, és képzétek el, hogy egészen a 4 évig én teljesen elzárkóztam, bár pedig kértek tőlem franchise ajánlatot is a második év végén, de elzárkóztam tőle. És most, egy fél éve van az, hogy igen, elkezdtem átgondolni a budapesti egységnek a létjogosultságát is, és én nem azért, mert pénzért akarok még munkát venni magamnak, nem. Azért, hogy a pici, most már nem pici, de hogy a Balaton étterem, talán, hogyha két egységem van, hogyha nyitnék Budapesten, meg megmaradna a Balatonalmádi is, akkor talán nem zavarna annyira a kiszolgáltatottság a szezonalitásban, mert Budapesten egészen másak az igények, és egészen más a közönség. Hát nyilván, más a közönség, nem más, mert a budapesti, meg a mindenki jön hozzánk, tehát, hogy fantasztikus vendégeim vannak, mert mindenhonnan eljönnek egy kajáért, de tényleg, de lokális szinten nincs igény a nagy Veganita Home-ra, hiszen nagyon kevés a helyi vendégem, és nagyon kevés. Tehát, hogy annyira érdekes, hogy ott még nincs benne az, ami mit látok Franciaországban, mit látok Olaszországban, menjünk el egy aperitívóra, de az 15 perc. Megiszom, megbeszélem, elszívom azt a cigarettát, és az egyik megy jobbra, a másik meg balra.
De mi nem tudunk így megállni, mi nem tudunk így, mert más a szocializációnk, más az, amit belénk táplált a társadalom az elmúlt viharos évtizedek, évszázadok alatt is. Annyira érdekes ez, hogy mi még tanuljuk megélni a pillanatokat, és persze ehhez hozzátartozik egy vendéglátó egységben eltöltött bármennyi idő is nyilván, mert nagyon sokan nagyon, nagyon kritikus szemlélettel érkeznek, ha bár tényleg a mi vendégeinknek a 90%-a elképesztően zseniális, és szerintem ezért is jó nálunk annyira dolgozni, mert nagyon klassz visszacsatolások vannak, meg olyan tiszta lelkű vendégeink vannak tényleg, hogy ez egy különleges egység, én azt gondolom a vendéglátó egységek között is. És visszatérve, igen, elkezdtem megfontolni a budapesti egységnek a nyitását, de ebben a helyzetben nem tudok tőkét csoportosítani hova, hogy megmaradjon a likviditásom, megmaradjon az, hogy tudok hova nyúlni, amikor annak a szüksége van, de azért szeretnék, azért bennem van, hogy azért még nagyon szeretném, azt azért nagyon jó lenne, tényleg most kezdek el játszani ezzel a elkezdtem már játszani a gondolattal, kezd érni, és aztán majd szépen kiteljesedik, és akkor majd meglépem. De hogy ez egy hosszú folyamat, mert a Veganita Home az én vagyok. És ezt tudod, ezt nagyon nehéz az én márkába levetkőzni, amikor te vagy a saját magad gátja a fejlődésednek, amikor nem tudom kiadni a munkát, mert én ragaszkodok minden kávéhoz, ragaszkodok, minden kavarásba benne vagyok ám, én sóztam, de ezt el kell engedni, és abban a pillanatban indul meg maga a fejlődés. Tök mindegy, hogy nagy léptekkel vagy kis léptekkel, nálam ez így történt, és akkor megtanultam leadni a munkát, megtanultam üzleti szemmel gondolkodni, ez volt a legnehezebb. Annyira jó, hogy ezt mondod, Ancsi. Volt egy kedves hölgy, amikor még csak a nyitáshoz készültem, hatalmas vehemenciával nagyon mindent én akartam, hát mindent én is álltam az első időszakba, mindegy, az elmúlt, és akkor oda jött hozzám a piacon. Azt hitte, hogy ismer, meg minden, meg őnek is volt egy helye régen, bezárta, és akkor megkopogtatta így a vállamat, de mai napig érzem az ujjait, így érzem. És azt mondta, hogy bele fogsz bukni. Mondom, köszönöm, hogy ezt megosztottad velem. És ez ennyi, tényleg ezt reagáltad? Ezt, aha. És elment? Igen. Évekig utána nem találkoztunk, véletlenül, pedig a kisváros mennyire kicsi, már nagyon nem találkoztunk utána sokáig. Ezután is puszíjuk. Ezt mondta. Biztos, hogy hallgat és követ és figyel. Ők a tipikus tudom, ilyenek. Tudom, de nincs harag a szívemben. Szeretet van bennem. Hála Istennek. De őszintén, teljesen őszintén, mert az akkori önmaga nem engedte, hogy más mondjon, mert ő csak jót akart ezzel. Igen. Tehát ő csak óva inteni akart. Érdemes megnézni az Ancsitól a TEDx Balatont, nem tudom, hogy láttátok-e azt a YouTube előadását. Varázslatos szerintem, ahogy te ott elmondod a saját komolyan életutadat. Nem úgy érezted? Úristen, képzeljtek el, hogy olyan visszajelzéseket kaptam, hogy majdnem elsüllyedtem. Komolyan. Ott élőben. Két véglet volt. Az egyik az, az volt, hogy nagyon-nagyon tetszett nekik, tényleg fantasztikus, sokan oda jöttek. A másik véglet pedig az volt, hogy majdnem elsüllyedtek, annyira nem tetszett nekik. Komolyan. Aha, tehát jó, tök jó megosztónak lenni amúgy. Ez egy tök jó. És jól kezelted ezt? Aha, persze, hát miért ne? Jó, mert a TED-ről azért tudni kell, hogy a nagyon felkészítenek, kócsok járnak, segítenek, beszéd, technika, meg segítik az előadásmódot, az előadás technikát is. Van egy műfaja. Igen. Úgy volt, hogy úristen, nekem a legjobb, a legjobb felkészítőm volt az Imi volt, és annyira hálás vagyok, hogy ő készített föl. Nem tudom, hányszor írtuk át a beszédemet, vagy írtam át a beszédemet, kurva sokszor, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy átírtam, mert ugye milyen TED előadást írtam először? Mint a naplóm. Aha. Általánosan. Aha. És akkor mondták, hogy hát ebben nem jön át az Ancsi. És akkor utána beszélgettünk, és akkor jó, hát akkor sztorizzál. Mennyi sztorid van? Van pár sztorid. Micsoda? Napestig itt ülnénk, annyi sztorim van, és akkor jó, hát akkor írjál bele párat. És akkor azon keresztül a megéléseimet már utána tudtam nyilván detektálni, hogy kell csinálni, hogy érdekes legyen. Mert ugye... Nekem nagyon tetszett. Hát ott tökre örülök. De tényleg, nagyon szépen fel volt építve, érezhető volt, hogy rengeteget készültél rá, vagy nem. Na jó, mindegy, a lényeg az, hogy nekem így laikusként először megnézve nagyon, és ott volt egy gondolatod, és ezt szerettem volna megosztani a hallgatókkal is, illetve a közönséggel is.
amivel nagyon tudtam azonosulni, hogy meséled az élettörténetedet, életutadat, és ott ez a gondolat, hogy egy összetört, túlhajszolt kislány. A belső gyermeki énedről volt tényleg nem több, csak egy pár másodpercnyi gondolatod, viszont én ezt nagyon szeretném, ha elmesélnéd, hogy milyen ez az összetört, túlhajszolt kislány, aki te voltál, vagy néha olykor felnőtt nőként is megszólal és kopogtat. Hát most kedden olyan voltam, amikor csak el az volt, hogy sokat szoktam inspirálni. Tehát azért az én munkámnak egy része az, hogy Ádámtól Évától kezdem szokás szerint amúgy lőjetek le. De hogy az én munkám része nagyon erősen a receptfejlesztés, és én nagyon sok külföldi újságot, nagyon sok külföldi szakácskönyvet veszek, de nem vegánokat sokszor, hanem inspirálódok nemzetek konyháiból, de olyan icipici kis helyekről veszek szakácskönyveket, hogy nem is hinnétek. Tehát ilyen nagyon-nagyon durva lokális kaját. Tehát, hogy nem vegán ételekből is, nem, mindegy. Mert azokat sokkal jobb kihívás átalakítani. És akkor ezt csináltam kedden, a beszélgetés első felében már említett dolgozószobám kanapéján, és akkor észrevettem, hogy csak lapozgatom. Az pont egy német nyelvű szakácskönyv volt. Csak lapozgatom és nézem, és tele vagyok post-it-tel, és akkor mindegyik más színkód. Ja, hát egyetemen megtanultam, hogy hogy kell tanulni. És akkor színkódok, felkiáltójel, és csak így nézem, és már nem, oldalak óta nem tettem semmit, csak gondolkodom. És elkezdtem. Az adott lelkiállapotom begyűrűzött ebbe a folyamatba, és annyira elkezdtem sírni, de annyira zokogni, de annyira sok minden van most, és az egyik feléről már beszéltünk, és így annyira brutál volt, hogy azt vettem észre, hogy taknyom nyálam egybe, ott voltam egyedül, és törökülésbe ott ültem a kanapén, és egyszerűen nem tudom, meddig sírtam, de komolyan, és akkor így annyira beleéltem magam, és olyan jó érzés volt utána kijönni belőle, és tehát tényleg sokszor már csak az írásterápiára, a meditációra, már csak egy jó sírás hiányzik, és akkor kerek, jó van, ezzel is megvagyunk. De hogy hát akkor az ilyen nagyon, nagyon érdekes. Tehát amikor a gyerekeimmel játszom, és ugrálunk a medencébe, és mindent lehet, az is gyermek én, és önfelett állapot, amikor azt imádom a legjobban, amikor benn vagy a vízbe, és a vízet hallod, tudod, és így ott van a külvilág, azzal a vízhangos hangjaival, be van csukva a szemed, vagy egy félig meddig kinyitva, hogy látsz is valamit, meg nem is hallasz is valamit, de inkább nem hallod, csak a vizet, és az is egy fantasztikus állapot, és azt még mindig nekem az a gyermeteg éne, mert az mindig akkor van, amikor vagy belelöknek a vízbe, vagy én ugrom bele, és ott vannak a gyerekek. A másik fele, ez a két amplitúdó egyébként nagyon erősen jellemző a személyiségemre, amíg nem tűnt volna föl. A másik meg ez a csatakra sírom magam bármilyen időpillanatban. Tartom magam, a végletekig tudom tartani magam, de az a legváratlanabb percekben elő tud törni. Nem, ne aggódjatok, nem fogok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, hogy most elkezdek bőgni. Nem, nyilván nem, de hogy amikor magamba vagyok, és azt érzem, hogy ki merem engedni, akkor én azt megteszem. És van valósággal olyan érzés, amikor nem tudod, hogy mi van, nem tudod, hogy merre tovább, és egyszerűen meg vagy rekedve, és akkor még valamit elmondok. Ezekben a napokban, amikor nagyon nehéznek élem meg az adott szituációt, képzeljétek el, hogy általában az álmom is dolgozik éjszaka. Én egyébként kevés alvással is jól vagyok, és akkor általában egy kicsit mindig többet igénylek. És most is, mint általában, mindig ugyanoda visz vissza az álmom. Én nagykörösi vagyok, és nagykörösön. Ugyanabban az évszakban járok mindig ezekben a nehéz helyzetekben, ezt még vissza kell fejtenem egyébként a pszichológusommal, hogy miért lehet mindig ugyanaz a helyszín, mindig ugyanaz a ruha, mindig ugyanaz az állapot, és ahhoz a pillanatnyi életállapotomhoz kötődik, és oda megyek vissza a lakóházunkkal szemben, az utcára, megyek a forgalmas kereszteződésben át a városközponton, nagyon nehéz átjutnom, de átjutok, elmegyek a bizonyos rózsaszínházak előtt, elmegyek a kereszteződésig, süt a nap, és a Feldmayerék háza előtt megállok, szétnézek az úton, abba a csíkos passzos nadrágba, és az anyukámtól örökölt zöld pólóba vagyok, 13 éves.
és nem tudom, hogy ez miért van, hogy mit élhettem én akkor meg nehéz helyzetnek, nem tudtam visszafejteni, egy meditációban sem, hipnoterápián is voltam, nem tudom, miért megyek oda-vissza, de végigjárom a teljes központtól a házunkig az utat, ugyanazon a verőfényes délutánon, 13 éves vagyok, és ott vagyok, és megint ott voltam szerdán éjjel. És már tudatos lennék rá, ha megkapnám a választ. De valószínű ott ugyanazt a kilátástalan helyzetet, vagy azt a nem tudom megoldani a kezemmel, az agyammal, a tudatommal, a mentális állapotommal, az adott állapotommal azt a helyzetet éreztem, mint a jelenben érzem, vagy éreztem azt akár a héten is. És ez egy brutál állapot, amikor ilyenekre rájön az ember, és akkor valósággal a kislánykori énemhez kapcsolódom. Milyen konkrét volt? És ez egy nagyon konkrét megélés, és nagyon érdekes, de még nem tudok rájönni, hogy az ott az az élmény, az mihez köthető. Nem engedtem még magam oda-vissza. De egy biztos, ha, és most már egyre több gyerekkor élményemmel tudok kapcsolódni egyébként, ha fölfedezzük a tudatunkkal ezeket az érzéseket, és vissza tudjuk fejteni, akkor nagyon könnyen rá tudunk jönni a jelenlegi helyzet megoldásaira. Egy csomó volt már ilyen az életemben, de ez a fajta kvázi kilátástalanság, nem tudom, hogy honnan eredeztethető arról a nyári délutánról, 13 éves koromból. Ez annyira érdekes, és tudom, hogy hogy állt a hajam, érted, és minden, és nem tudom. Lehet, hogy aztán... Rá fogsz jönni. Aha. Biztos vagyok benne. És szerintem mindannyiunknak van ilyen. Mindannyiunknak van egy ilyen kicsit jobban megkaparod látszik pillanata, amihez oda tudja kötni, csak és nem is biztos egyébként, hogy a mi érteket kell megtalálni, mert az már az egó kérdése. Csak valahogy ott az egy olyan biztonságos helyzet. Nektek is van ilyen visszatérő álmatok? Nincs? Nekem van. Nekem is van. Csak engedjétek meg, hogy megosszam, mert ezt még nem, ezt talán tényleg a párom tudja, hogy egyetlen egy mondat, képzeljétek el, látok magam előtt egy hatalmas nagy csomót, és próbálom kiegyenesíteni a csomót, próbálom megtalálni, hogy kell kiegyenesíteni. És valaki a fülembe azt mondogatja, de nem látom, hogy kicsoda, csak hallom, hogy látod, mit csináltál, ezt is elrontottad. És ez van körülbelül nem 6 éves korom óta. Dolgoztál már rajta terapeutával? Mint az atom, persze. Akkor hipnoterápia. Azt meg elkezdtem, és attól egy kicsit összefostam magam, de az kemény volt. Elkezdtük, de nem jövök én sem rá. És látom a csomót, és próbálom, és meditációba is lehúztam. Annyi a meditáció pluszba azt kaptam, hogy egy olyan, mint egy ilyen óriási nagy terhet, egy ilyen nehézséget érzek a meditáció közben. Vádolod magad valamiben. Persze, sejtem, tudom, kapizsgálom, maradjunk annyiban, hogy mi lehet a dolog, vagy az elakadás és a trauma közti összefüggés, de hogy így csak ezt szerettem volna megosztani, hogy nagyon érdekesek ezek az álmok. No, minden esetre nagyon izgalmas volt szerintem ez az epizód. Eltelt másfél óra. Komolyan. Úgyhogy izgi. Ancsi, nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél, és itt voltál, és igazából úgy érzem, hogy hajnalig tudnánk beszélgetni, és tényleg bízom benne, hogy mind a hallgatóknak, mind pedig a közönségünknek tudtál nagyon sok értékes gondolatot megosztani, és visztek haza valamit, amivel így egy kicsit tudunk dolgozni, tudjuk egy kicsit emészteni, helyre tudjuk rakni, és meg tudunk gyógyulni általa, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy itt voltál. Hát én köszönöm, hogy itt lettem, és tök gyorsan elrepült az idő. Nagyon szépen köszönöm, Kriszta. Ancsi, további sok sikert kívánok, és sok erőt, energiát, és legyél velünk, mert nagyon sok nőnek adsz olyan magasságokat, és olyan jó, hogy megmutatod igazán önmagadat, a sebezhetőségedet, és felvállalod azokat az elakadásaidat is, amivel mindannyian küszködünk, csak a közösségi média és a sok filter egy picit elhomályosítja. Meg néha már azért sem akarom, mert kit érdekel, érted, meg panaszkodásnak hat, meg mit tudom én, és így valahogy nincs is ingerem. Tehát én eleve úgy indítottam ezt az egészet, hogy amikor a Veganita megszületett, akkor léptem föl a közösségi oldalakra. Tehát nekem ez egy kicsit nehéz volt ott közölni, de persze nyilván az muszáj volt ahhoz, hogy a Veganita homot megismerjék az emberek, de nekem ez egy nehéz dolog volt is. Fura is szembesülni sokszor azzal a dologgal, amikor nagyon sokan tényleg kitárulkozóbbak, de azt is meg tudom érteni egyébként,
De én magam nem vagyok ilyen, és nem biztos, hogy képes lennék rá, és persze fönntartom a lehetőségét annak, hogy majd egyszer biztos lehet, hogy ez előfordul, nem tudom, de semmiféle előítélet nincs bennem ennek kapcsán, csak nekem ez nem annyira egyszerű, pedig mindenki azt mondja, hogy az látszik, hogy rohadtul egyszerű, de közben meg nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Folytatjuk. Ez volt a Lélek Koffein Power Krisztinával. lélekkoffein.hu. Tetszett az adás? Szerkesztenéd a podcast epizódot? Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, aki téged inspirál? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, és mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Együttműködő partnerünk a Just Now Production.